Sziasztok! Ebben a videóban egy vezetőképességmérővel, TDS mérővel szeretném benneteket megismertetni, és annak a gyakorlati használatával. Ö, elsőnek mire jó ez a szerkezet, vezetőképességet mér, és a vízben lévő össz-só oldott anyag mennyiséget tudjuk vele számszerűsíteni. Tehát számokban tudjuk mérhetővé tenni. Ami fontos ezzel a szerkezettel kapcsolatban, hogy például vízkeménység mérésre gyakorlatilag, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem alkalmas, nem jó. Ez alatt mit értek? Párhuzamot tudunk csak vele mondni bármilyen anyag halmazódása, illetve fogyása között. Tehát például megmérjük a csapvíznek a GHKH értékét, tegyük fel, az jön ki, Cseppteszttel, pontos cseppteszttel mérjük meg, hogy 20 GH 10 KH. Ehhez, hogyha teszünk lágyvizet és beállítunk magunknak mondjuk egy 10 GH 5 KH-t, akkor egyrészt megmérhetjük a csapvíznek a TDS értékét, és utána megmérhetjük az általunk bekerült, lágyított víz TDS értékét. Tegyük föl, a lágyított víz az olyan ki, hogy mondjuk 120. Akkor a későbbiek folyamán hogyha keverjük a csapvízünket lágyvízzel, akkor már tudjuk, hogy a készülékkel 120-at kell beállítanunk, és nem kell csepptesztet használnunk. Hogyan működik ebben a mérés? Bekapcsoljuk a szerkezetet, lenullázódik, utána a, helyez, a tartásgomba helyezzük a zújunkat, behelyezzük a vízbe, és nagyjából amikor figyeljük a kijelzőt, amikor megálltak a számok, akkor nyomunk egy gombot. Ilyenkor lecsöpögtetjük, ki, tudjuk emelni a szerkezetet, a mérőt, a műszert, azt mondja, és akkor megmérjük, tehát kiírt egy számadatot, így, gyakorlatilag így zajlik a mérés. És akkor ehhez a számadathoz tudunk társítani, párhuzamot tudunk vonni akára vízkeménységgel kapcsolatosan, és akkor későbbiek folyamán teljesen elég lesz, hogyha, hogyha TDS érték alapján állítjuk be a vízkeménységet, tehát nem kell csepp tesztet elővenni. Mire tudjuk még használni a szerkezetet? Például hozunk halakat, a kereskedésbe elmegyünk, és behelyezzük az akváriumba, megkérjük a, a boltost, hogy hadd helyezzük be a mérőnket az akváriumba, és mondjuk kiír a boltban 300-at hazamegyünk, megmérjük az akvárium vizét, kiír mondjuk 150-et, 120 bár bármennyit. Ha drasztikus vezetőképességbeli eltérés van, akkor tudjuk, hogy a keményből lágy víz helyezés, az meg, tehát nem, nem, igazából csípik a halak, az érzékenyebbek pláne nem. Így ö, tudunk egy olyat csinálni, hogy szépen lassan több óra, el, több órás, ö, ö, több óra alatt hozzászoktatjuk egy vödörben, az akvárium vizéhez a halainkat, tehát csurgatunk rá a kereskedésből elhozott vízzel, csurgatunk rá szépen vizet, hogyha nagyjából kiegyenlítődött a TDS érték, akkor behelyezzük a halakat az akváriumba. Tehát ne engedjük a halakat például úgy, hogy bedobjunk egy zacskót a vízfelszín. vízfelszínre, kivágjuk, és akkor a halak kiúsznak a, 30, a 300-as vezetőképesség értékű vízből, ki kiúsznak a szállásba, vagy a 150-esbe. Tehát nem minden a hőfok, a vezetőképességi érték is lényeges. Tehát például ilyenre is tudjuk használni. Mire tudjuk még használni? El, tudjuk ellenőrizni például, hogy a párolgás pótlás az mi, milyen változást adott az akváriumba, és akár egy nagyobb vízserével bele tudunk avatkozni. Például, aki csapvízzel pótolja a párolgást, annak a TDS értéke, a vezetőképesség értéke szépen folyamatosan emelkedik, mivel a sók nem párolognak el. Tehát ez folyamatosan emelkedik, és lehetséges egy olyan, hogy 300-as vezetőképesség értéket mérünk, és a, rámérünk mondjuk egy-két hét, elteltével, vagy például nem tudtunk vizet cserélni, és nagyon meleg volt a nyári időszakban, nagyon sok volt az akvárium párolgása, rámérünk, és mondjuk 300 helyett 450-et mérünk, csak mondok egy számot, akkor tudjuk, hogy egy nagyobb beavatkozást igényel az akvárium, és két, egy-két nagyobb vízcserét kell alkalmaznunk, hogy levigyük a vezetőképesség értéket a csapvíz szintjére. Ö, alkalmas még tehát ö, alkalmas még a halmozódások mérésére, illetve a fogyások mérésére. Ö, halmozódások az egy elég tág dolog. A növénytápok összetevői, például növénytápozzuk az akváriumot, nem mind használódnak fel. Ennek az akváriumnak a normált TDS értéke az 220 körül van. Most pedig, hogyha rámérek, akkor 300 körül fog mutatni. Mindjárt megmérem nyomok egy tartást, lecsapok, tehát kiemel, és akkor most igen magas, ez 329. Tehát a 129 el több, de tegnap még több volt, azért már most tudom, hogy miért, tehát ebbe az akváriumban most belement egy tíznapi táp egybe. És akkor látom, hogy, hogy, gyakorlatilag most ez hogy fogyogat. Ilyen alapon tudjuk ellenőrizni a halmozódást és a csökkenést is, tehát rutinosabb akvaristák, aki párhuzamot akar vonni a tápanyag felvétel között, az például feltölti az akváriumot, megcsinálja a heti részleges vízcserét, mire TDS értéket, azt mondjuk, hogy 200. Elkezd szépen tápozni folyamatosan, és hétvégén rámér, azt mondja, hogy 260 lett, akkor valami nem oké, kicsit több tápot adtam, mint kellene, vagy több a halmozódásom, mint kellene, akkor lehet, hogy egy kicsit vissza kell venni. Annyi fontos tudni, hogy a halak etetése is emeli ezt a vezetőképesség értéket, így egy hosszabb időszak alatt egyszerűen a vezetőképesség értékkel tudjuk mérni azt, például nagyon becés után, hogy az akvárium kicsit túl van tápozva, vagy, vagy, még jó a táp. Tehát ezt, ezt hosszabb idő alatt egy-két hónap alatt vezetőképesség fölére agatásával, és annyi, hogy a párolgás az lágyvizes párol pótlás legyen, úgy tudunk párhuzamot vonni a tápanyagok fogyása, és a tápanyagok, tehát a növények stagnálása, mondjuk egy nagyobb meccés után, az akkor kevesebb tápanyagot igényelnek, amíg meg nem indulnak. Illetve tudjuk ellenőrizni azt, hogy amikor az akvárium nagyon elvadul a növényzete, akkor tudjuk ellenőrizni, hogy na most hogy állnak a halmozódások vagy a fogyások, és akkor tudunk esetleg, látjuk a kijelzőn, hogyha hosszabb idő alatt párhuzamot bontunk, akkor látjuk, hogy növelni kell a tápmennyiséget, vagy még jó a tápmennyiség. Tehát halmozódást, fogyást tudunk bele mérni, mellé láthatjuk azt például, hogyha mindenkinek van olyan, hogy elment nyaralni akármi, kórházba került, bármi, bármi lehet, bármilyen probléma lehet, és nem tudott X időszakig vizet cserélni. És tudjuk, hogy az akvárium normál TDS értéke, az mondjuk 200. Ö, hazajövünk, mondjuk három hétig nem tudtunk vizet cserélni, rámérünk 300, akkor tudhatjuk, hogy ez egy százas emelkedés, tehát vissza kell korrigálnunk a vizet körülbelül 200-ra, és ilyenkor látjuk, hogy mekkora beavatkozást igényel vízcsere szempontjából az akvárium, vissza, akvárium víz visszaállítása a 200-ra. Használható még nagyobb, hát én most nekem azért is magasabb a vezetőképesség értékem, mert egy teljes, hát egy nagy, nagy restartot kapott az akvárium, akvárium, teljesen átpakoltam a növényzetet, kiszedtem mindent, visszaültettem mindent, másképpen mind előtte volt, és ez a talajbolgatás is emeli. Tehát a talaj nagy felkeveredése is emeli a vezetőképesség értéket, hozzátehet, hát jelenes nálam legalább egy 60-at hozzátett, tehát ilyenkor tudhatjuk, hogyha nagyobb bolygatás van, akkor az indokolt esetleg beavatkozni egy-két nagyobb vízcserével egymás után, vagy nem. Tehát a vezetőképesség az gyakorlatilag oldott anyagot mér a vízben, kényesebb halaknál, ugye ezt nagyon alacsonyan kell tartani, trópusi, lágyvizes, kényesebb halaknál, nagyon alacsonyan kell tartani. Ha a kommerszebb halaknál, tehát úgy tudom én, mind a guppik, azoknál mehet azért feljebb is ez a vezetőképesség érték. Használható még ez gyári sokkal való visszasózásra, tehát amikor egy nullás mindenmentes vizet használunk, és ezt a vizet, tehát abból az a kiinduló pont, és az gyári lehet specializált, vagy lehet, lehet általános akvarisztikai célra használt GHKH emelő sóval állítjuk be a vízkeménységet, akkor is tudunk párhuzamot vonni a cseppteszt alapján, a, tudunk párhuzamot vonni a cseppteszt mérés tehát a mérése és a vezetőképesség érték között. Ö, vezetőkép, a visszasózásnál még tapasztalati út is lehet, de tudjuk, hogy visszasózzuk a vizet, nem mérünk GH-t, KH-t, a vizet mondjuk 150-re, megnézzük, hogy viselkedik az akvárium növényzete, és hogyha jó, akkor hagyjuk 150-en. Vagy megpróbáljuk 120-at, vagy esetleg följen megyünk 170-re, és akkor így a visszasózó sóval, tehát amivel a vízkeménységet állítjuk be, azt tudjuk, tudjuk változtatni. Tehát tudunk leföl menni, és beállítani azt a, azt a vízkeménységet, ami nekünk optimális a növényeknek, a halaknak, az élővilágnak. Tehát erre jó a, a vezetőképesség mérő, gyakorlatilag a logika és a tartós használat során kialakulnak azok az értékek, ami mindenkinek megfelelő, Ő tudja társítani hozzá a. a, a esetlegesen a tápozását is. Ami fontos, hogy a párolgáspótlás drasztikusan emeli a vezető képesség értéket, így hogyha csapvízzel pótolunk, akkor azért melegebb, nem minden nap egyforma meleg, egyik nap többet párolog az akvárium, másik nap kevesebbet párolog az akvárium, tehát a csapvizes pótlásnál nem annyira kiszámítható a rendszer. Tehát ott azért kevesebb lehetőség van, a lágyvizes pótlásnál kiszámíthatóbb, és akkor tudunk ellenőrizni például a az is vele. Be, be, kell avatkozni, vagy sok növénytápot adtunk, vagy éppen nagyon fogy a növénytáp, vagy a, tehát nagyon fogynak a, a, vízben lévő tápanyagok, ezt is tudjuk úgy ellenőrizni. Illetve, mint mondtam, például nálam most nagyobb restart volt, ez miatt megugrott a tápanyagszint, és akkor már folyik le a víz, és akkor lesz egy 40%-os vízcsere ez miatt, tehát vissza akarom majd faragni 200-ra az értéket. Tehát ennyi lenne a TDS mérő használat.